Szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a sivatagi törpéink kalandjainak folytatása. Lássuk, mire megyünk ma. Végtelen tároló kapacitások, mi egyebek. Megépült a üvegházunk, vészkőházunk. Valódi üvegházat sajnos a játék nem tartalmaz, pedig igazán hasznos volna. De így viszont teljesen önellátóak. Meleget, napfényt, mindent mi biztosítunk. Akkor a talajon kívül semmire nincs szükségünk. Igazából a talajt is lehetne biztosítani, de sokkal egyszerűbb, ha azt azért valódi talajból pótoljuk, már ha akad. És egyenlőre még egy sivatagos pályán is akad elég, hogy ez legyen a helyzet. Annak örülnék, ha elkezdenék beszállítani a krumplit, de hát most minden nem várhatunk el. ...70 kaja... ...1400 krumpli, ha beviszik egyszer. Meg ha kint van, akkor is. Az ugye még 140 kaja durván. Meg a végtelen széna. Megkezdődik az aratás. Na, azért elkezdik a szállítgatást. Nem tökéletesen, de megkezdik a szállítgatást. 2700-ra ment föl a betárolt széna, 3000, stb. Azt azért igen jó tempóba viszik be. Meglepő, hogy azt viszik be szívesebben, mint a krumplid. De hát ez van. Igazából mindegy. Nem azon fog múlni semmi, hogy a szénát vagy a krumplit kapkodják-e először, ami mind a kettőt beviszik. Ha már van egy leguán, azt azért vadászta le valaki nekünk. Hát azért a mesterlövész puskával félpályáról való vadászat az egy kissé extrém, de hát így alakult. Na, az összes kakaót és egyebet elültették. Na, azért hozzálátnak nyomokban a krumpli beviteléhez. 100 fölött a kaja. Növekszik a széna. És még van 10 nap a évszakból, úgyhogy egy ültetést meg tudnak ejteni. Sőt, igazából amit időben elültetnek, azt még teljes egészében be tudják takarítani, akár. Úgyhogy ez egyszer végre jók lehetünk. És hát közben még nő ez a üvegházi cumó, úgy ahogy. Szénát is ültetnek, hát az már kétséges, hogy meg lesz, de hát mindegy is. Mindegy is. Ja, a fegyverek lebontásába hozzákezdtünk. Az egy elég nagy meló. Kendert aratunk, ad legyen egy kis füves cigi is. Hogy állunk füves cigiben, nem túl sok. Az láthatóan nem egy
túltermelt mennyiség. No, ültetnek némi fát. Hát, hogy annyira kéne ezt ültetni, azt nem tudom. Egy adag kendert azért cipelybe. Nem vittett túlzásba. Látogatók, van némi kereskedelem velük, ha meglátjuk ezúttal is. Nem jönnek és mennek anélkül, hogy észrevenném őket. Kint meg 1000 széna még. 3600 fölhalmozva, nagyon jól hangzik. Kajából hogy állunk? 100 fölött, meg 600 kurulumpi bepakolva. Na, túlélő csomagot megvesszük. Alkatrészt megvesszük, nem mintha kéne. Gyógyszert megvesszük. Vadászpuskát nem adjuk el. Hát ezt a törzsi bogyót elpasszintjuk. És... és akkor kapnak pár szobrot. Hát kapnak még egy szobrot és letúrom, nem nagyon izgat. Kicsit többet kapnak, hadd legyenek boldogabbak. Akkor nagyobb eséllyel fognak adni nekünk valamit. Sőt, igazából a többi szobrot is odaadjuk nekik. Azt, mint ajándék. Még le kell okézni. És akkor picit javul a viszonyunk is vele. Velük. Ami mindig hasznos. Alapvetően. Leo 5 egész burgonyát volt hajlandó cipelni? Hát nem vitte el túlzásba az ügyet. Nem vitte túlzásba az ügyet. Egy kis kokalevél, meg kender, meg mi egyéb. Mindig van 700 krumpli. 700 itt is akad. Hát meglátjuk. Egyelőre jól állunk, meg rengeteg van ide kint, szénából. 2000, majdnem annyi, mint amennyi bent van. Ouch. Plusz itt van ez a hatalmas adag. Majd az is jön. Oké, ha egyszer megvagyunk, akkor azt hiszem egyébként jók vagyunk, sőt igazából ezt egyébként töröljük ezt az ültetvényt.
majd egyszer levágja. Valaki, valamikor. Nem nagyon izgat. Úgy érzem, nem kell, ha minden jól működik. Ha meg nem működik jól, akkor tök mindegy. Akkor biza tök mindegy. Hogy állunk sörből? 900, wow! Azt hiszem kétszen vagyunk egy eladásra. Na, jó hír, hogy ez a burgonya, ez azt leszámítva, hogy nem hűtött, jól el van. Oké. Oda, ha megtalálom, további kakaó. És milyen padlót raktam oda? Betonlapot, gondolom. No. És akkor lesz egy adag járólap, mi egyéb arrafelé is, hogy körbe sétálhassuk ezt a cuccot is, ahogy illik. Nem egy nagy ügy, de kicsit segít a szépészeten, illetve csökkenti a végtelen fatermelést, mert abszolút nincs szükségünk fára, arra semmire nem használjuk. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy mennyi fát ültetünk, akár nullát ültethetnénk. Oké. Ja, hogy valamiért nem az összes betonból volt. Igent mondott, az is valami. Valamiért nem betonlapból volt az összes. Egy részét simá betonból húztuk ki. He. Oké.
ennyit hozzáteszünk azért. Aztán a többi majd lassan kiépül. Némi járólap és mi egyéb. Oké. Hát minden nem lehet körbejáratni. Na, némi betonlapot lehúzunk. Ezt egy darabig eltart, amíg összereszelik. Úgy vélem. Gondolsz, hogy addig se kapálnak majd, meg dolgoznak egyebeket, mert ki tudja. Wow. Sok ezer széna. Sok-sok-sok ezer széna. No. Hát meglátjuk. Egyébként egész gyorsan összerakják itt a járólapjainkat. Nem nagyon vacakolnak vele. Egyáltalán nem olyan problémás, mint elsőre tűnt. Valóban egy-két napot igénybe vesz, de nem vészes. Három leguánt vadásszal le valaki nekem. Utazók. Hadd haladjanak, utazók. Az lesz a legkisebb tételünk. Előny vagy jó hátrány. Ennyi. Pillanatok alatt végig húzta itt a betonlapokat. Ördögfonál félig készült el, hát pedig majdnem nyár elején azonnal lett ültetve. Nem azonnal, azonnal, de elég hamar. Hát szorosan, de végül is taradható, majdnem maradható, hanem egy hatékony termelés lesz. ...2500... meg ami még van, mert nem tudjuk kijelölni az egészet. Ezt bőven jók vagyunk, úgy érzem. Ha be tudjuk cipelni az összeset. És nem punyad meg itt ottam ott. Kaja 130.
nagy adag krumpli. A krumpliból nem állunk olyan marha jól, mint volt múltkor. Meg úgy kajából általában. Jó, relatív, ugye itt van azért egy újabb 700. És ott aratásonként egy 7-800 jön. Mi a fiatal kakast, azt minden, ha megoldanánk, mint problémát. Én friss fincsi tojást akarok, nem pedig kakasokat. Meglepő módon ezt nem oldották meg. Itt lustáznak. De hát ez a legkisebb bajunk legyen. Jó, szénából azt hiszem kicsit túl sok is van. Némileg túlzásba mentünk. Ha lehet ilyet mondani. Alapvetően minden jó. Most várjuk, hogy milyen veszélyt dob hozzánk a játék random. Vagy egyelőre elnézi az, hogy szépen fejlődgetünk? Meglepő lenne. De néha kitelik a játéktól egy kis kedvesség. Akkor is, ha váratlan. Na, hogy állnak? Cserélgetik az utolsó járólapokat. Összes többit megoldották, Maria. Hát vicces, hogy ezekkel várnak legtovább. Jó, itt ugye felszedés is van, mint feladat. Lövés. Vadvilágunk van hozzá? Bumaló! Ó, hogy anya vagy a... Penny! És jött a penész. Remélem csak ide. Jó. Remek. Jaj, de jó penészest külön egyesével kijelölgetni, hogy valamennyire rendezzük.
Oké, okay, kell-e. Nem kell, jó. Akkor az ennyi volt. Na, minden igaz, a penész az ennyi volt. Penész kezelés. Hát csak jött. Viszonylag olcsón megúsztuk. Viszonylag olcsón megúsztuk. Lehetett volna sokkal-sokkal rosszabb is. Ja, tényleg bumalópokat is akartam rendezni. Hogyha ő leég, akkor leéget, hát annyira nem izgat. Ez nem annyira kajáról szólt, hanem hogy a problémáinkat kezeljük. Hogy a... Erre jött egy újabb bumaló horda. Ez van. Leégnek. Na bum! Nyilván jobb lett volna, ha nem égnek le, de azzal foglalkozni kellett volna. Szihó hullám. Mondjuk nyugtató, úgyhogy ilyen értelemben az pozitív. Kilencven, 500. Sok ezer előkészítve, beszállítandó. Köszönjük. Rendőr vagy mentő hozzájárult a videónkhoz. Na mindegy, itt az utolsó simítások. Aztán előbb-utóbb majd csak csinálnak valamit hőseink itt a beszállítandó cumókkal. Télen, amikor úgyse tudnak más tenni, ha más nem.
És akkor a remeket megtelepítsük a központi szobába, mert hasznos. Csoki! 80 csoki. Van némi csokink, helyes. Viszonylag gyorsan pusztul, úgyhogy lenne, ha becipelnéd csokikat oda, ahova be kell. Sör mellé. Ezért meglepő módon nem kell hidegen tartani a csokit. Elég csak bevinni. Ez ilyen tartós csoki. Na, és ide megy a széna mellé a lista. Meglepő módon. Egészen váratlanul. Na hát most már úgy látom, nem nagyon akarnak ültetni itt a szabad téren. És akkor azt hiszem ezzel a rajtaütéssel szokatlanul taktika, azonnal támadnak. Aha, akkor ezek szerint két oldalról. Ketrecharcosok. Jó felszereléssel ráadásul. Hol a másik szokatlan taktika irányuk? Azt hiszem ez... ebbe az irányba. Van tűz, és főleg miért van tűz? Oké, van még, akit okoskodik? Nem nagyon. Akkor oldjátok meg. Remek. Ezek mind halottak. Ez úgy látom, mind halott. Gyűjtogatóink meg nagyon halottak lesznek. Amíg nem mentek le. Jó, remélem sehol nem vertek szét semmit. Légkondi 12%-on, de megúszta.
Jó, úgy látom ennyi volt az ügy. Hát nem olcsó, nem kevés, de megúsztuk. Megúsztuk. Na hát. Ez lehetett volna sokkal rosszabb is. Van-e valaki, akinek kell egy mesterlövész puska? Igazából egyébként a legtöbb esetben nem az a legjobb fegyver. Nem rossz, mert nagy hatótáv meg minden, de azért a sok golyó is segít. Mint látható. Igazából nem. Nem fogjuk vacakolni ezzel a mesterlövés csúzlival. Állunk, ahogy állunk. No. Hát ez így gyakorlatilag be van ültetve. Ott nem sikerült, vagy nem tudunk odarakni egy betonlapot. Vagy csak valami egyéb furcsaság volt. Úgy látom, az egyéb furcsaság. Ott tényleg nem néztük a sérülteket, de hát úgy lettem ki, hogy eléggé szelíd sérüléseink voltak. Semmi vész. A kaja terén nem állunk teljesen jól. Jó, mondjuk a hidegtál, vagy az az üvegház az dolgozni fog egész télen, úgyhogy azzal nem lesz azért annyira vészes. Ha csak ennyi a gond. És lassan ugye elkezdődik a nagy betakarítás, mert más melójuk úgy sincs. Jó, most még a hullákkal szórakoznak egy kicsit, de... de utána azért nekiállhatnak végre a sok-sok személyeink cipekedni. Remélhetőleg. Hát cipelnek, ahogy cipelnek, elhiszem, hogy jó sorrendben használják. Ha nem, akkor meg így jártam. Ide veszettül ültetnek. Hát még egyre nincs elég. 2-9 plusz a fűtőtest. Nem nagyon érdekel menekült. Bőven teljes létszámban állunk. Jó, találtak maguknak még egy kis feladatot, gondosan. Inkább, mint hogy szállítsanak. Mégiscsak fontosabb. De elfogy, akárhogy küzdenek. Más meló nincs, előbb-utóbb szállítani fogtok. Na hát, azt hiszem itt az ideje, hogy egy jó térre felkészültünk. Minden oké, kaja, az picit lehetne jobb. Becígölt széna jó. Kint lévő az mondjuk lehetne kevesebb. De meglátjuk, folytatjuk innen, mára ennyi.